3, 2, 1, és most. Üdvözlök mindenkit, hatalmas szeretettel egy újabb F1 2013 videóban, aki itt van velem, Misu és Dani, sziasztok! Sziasztok! Jó napot kívánok mindenkinek! Na hát nagy régebben, ugye velünk volt nagyba a gameplayekben, most újra itt van és nyomatjuk az F1 2013-at végre, ugye most a kóp nem jött össze Misuval, de azért ilyen random versenyeket, persze most külföldiek is vannak, azért nyomatunk. 9-en Japánban vagyunk. Micsoda? 9-en vagyunk. Az durva, milyen szárny? 5-6, az jó, nem? 3-2. Hát kösz. Tokásos, 11-11, 1-1-11. Nem tudom, hogy melyik a jó setupon, bakker. Jó, akkor gyorsan szerválok egyet. Mindegy, én már nem fogok tudni beállítani ezeket. Hát igen, ezt a videót én is felveszem. Ez Dani is nagy, kilométer álltok egy randomot. És most tényleg, ez már nagyon újabb F1-es videó, mert vagy fél éve nem töltöttünk fel egy közösen F1-et. 5-6 szárnyú lehet kevés lesz, túl sok a kanyar. Nem, de... Jó van, azt amit szeretnél. 6-7 inkább, inkább legyek. 25%-os versenyt fogunk menni. Hát majd jelezzétek, hogy mennyire tetszenek ezek az F1-es videók. De mondjuk minden, ami Tomótól van, az általában mondjuk tetszik. Mondjuk nálam ez az első lesz úgy tulajdonképp Forma 1-es videó. Ja, hát az első közül, igen, régen volt, csak ugye akkor még nem volt itt Misu. Nekem meg még egyáltalán nem volt, hát, szóval. Nem volt, ja, hát akkor Misunak az első. Ebben a fél évben azért nem volt videó, mert ugye már Tomóik nem játszanak ilyen tört játékokkal, de most megvették a játékot is. Jó, hát a tört az nem is működött ma amúgy. Ja, igen, próbáltuk amúgy. Na jó, gyerekek, én lehetményelezek, mert nagyon régen nem játszottam ezen a pályán, de majd egy-két kör is belrázódok. Na, sok siker, gyerekek. 25% vagy bő. Reméljük nem lesz lag. Igen. Hajrá, fiúk, akkor. Reméljük a külföldiek is rendesek lesznek. És azt is remélem, hogy nem hallatszik annyira a tévé. Ujjaj, csúszok. Nagyon remélem, hogy nem hallatszik a tévé. Nem hallatszik? Egy minimálisan. Jó, akkor az alapzenét adom. X-faktor. Nagyon jönnek mögöttem. Majd hát a YouTube bejelez, amilyen barom. Itt vagyok a német Mercedes mögött, és belement a shoulderbe. Első helyen vagyok, de kergetnek. Mint valami rossz cicát. Ló, én meg bejöttem a... Rossz connection to Xrient. Szerintem kilépett, mert shoulderezett. Utolsó előtt én is be... nem hetedik. Úgy besoldereztem, hogy ez hihetetlen. De régen nem játszottam a pályán, hogy olyan béna vagyok. Hát majd gondolom, megyünk még egyet, az a gát, hogy én ismerem Suzukát, mert Forzába sokat nyomtam, főképp a négybe, de egy kicsit más. Jó, a gyerekek, ez a fura. Misu? Ez úgy hangzott, mintha itt te lennél a veterán. Hát miért figyó, hogy a Forzába benne van, vagy mi az? Az egy figyó, jó annyi, hogy nem Forma 1-es kocsi, de az éveket ismeri meg a kanyarokat, ez a lényeg. Mert ilyen. Hamar kanyarodik az autó, de fura. Főszántom itt azért. Mi az a név? Maki? Duki? Nudi? Én nem tudom. Újjaj. Jól hallatszódom amúgy? Úgy ahogy? Persze, én amúgy is adtam rá hangot. Á, vagyok én itt a hatodik helyen. Lehet, hogy tényleg kevés kötött ez a 3-2 nekem is. Pedig azt is ez a Szülkenberg is lehagy. Elég szokott lenni. Na gyere vissza. Jön is, már nagyon régen nem mentem itt, vagy 5 hónapra. Nem mint a srácsonit rajta, ami Neo. Mert Liga futamon se voltam, és egyedül meg nem mentem itt fölöslegesen az izajában, hanem a kedvenc pályáimban megyek egyedül inkább. Hát az én videóm az így most pancserkodás lesz, de hát ez van. Ugye, inkább a fán. Emlékszel, utolsó gameplayeink az Bazsival a Rage game. Jajajaj, a Rage meg, amikor is egy csúszkáltunk össze-vissza. Emlékszem, Bahrein, ha jól tudom. Ja.
Az ajra akadt ki, tudod? Nem engedtek el titeket. Vagy nem láttak titeket, inkább úgy mondom. És itt pörgette ki szerencsétlent. De nem, ez megelőzött. Szerintem kicsit fogok már forzázni is, mert az is legalább eddig az embert, mert tudod, Dani, úgy tudom azt is, hogy mindenki beállítás kikapcsolva, minden, ami létezik, szóval már ez elég kemény. Aha, hát azt annyira azt nem ismerem, de én akkor még gyöfejtetikus, hogy már évek óta az isztokban megyek, de nagyon más autós játékokkal nem játszok még a grid. Ja, igen, annyi most a különbség, hogy Daninak ugye most egyenlő szinte volt, mert azért bár így ránk minden, mondjuk akkor is a Williams-re lenne, szóval tök mindegy. Ugye hát régen az volt, hogy az autó teljesítmény az itt 2013 volt, és akkor ment valami gagyi autóval, mondjuk az is sokszor megvert, de... De azért egy futamat legalább próbáljunk már meg, hogy nem itt van, és csak ha itt vannak, és nincsenek idegenek. Jó. De lehet, hogy jó tud lenni. Igen, még Hülkenberg is oda vett. Bár ezek normálisak most szerintem. Ez ronda gyerek csak. Így rá kell érezni a pályára. Még egy másodpercesre kap tőlem ez a csávó. Jön mögöttem. Ha hamarabb kiáll, el én tudna vágni. Hát igen, Bianchi balesetét a sajnáluk. Ja, jobbulás neki nagyba. Innen is egy nyilvánosan jobbulást. Hát amúgy a fotósok szerint megmondta Sujo, hogy nem sérült a feje, mármint egy fizikailag, csak a nagy G-erő miatt volt igazából az egész. Mert sokan azt hitték, hogy becsúszott a textor alá is a feje kapott egy nagyot, de a bukósisakhoz egy érintés nem volt a bukósisaknál. Tényleg? Csak igen, lefotózták a bukósisak az épp, csak az idegszálak kiszakadtak. Meg ilyenek. Kicsvengi gyerekek az... Nem, 59 volt ezek. Volt ennél már nagyobb G-form egy is pilótán, de... Az a durva gyerekek, ha ez most egy régi 80-as évekbeli autóba lett volna, akkor meghalt. A 100%-ban jobb benne. Hogyha nem ebben az új biztonságban. Kubica 2007-ben mit kapott már Montreában? Nem tudom, emlékszel-e rá. Ú, nem emlékszem. Majd velünk rá akkor nem néztem még a Forma 1-et. Én sem néztem, csak videón láttam vissza. Brutális. Majd velünk rá a TSM. Oké. Figyelj, Montreálban tudod, van ez a visszafordító a hosszú egyenes előtt. Igen. Na ott, amilyen tempóban megérkezik oda, az kb. 260. Ott felrepült a levegőbe és egyenesen neki a falnak. Basszus. Szerencsétel az is. Újjaj. Meg ha úgy veszük, Massa is kapott egy nagyot Hungaroringen. Úgy se hitték volna akkor, hogy... Ja igen, az a másik. Jók néztem annó, hogy... volt egy olyan baleset, aztán 60-as vagy 70-es években, hogy a csávókámnak kigyulladt a kocsia. Félre állt, és akkor vitte a tűzoltó készüléket a tűzoltó, és akkor elütötte az étjövő Forma 1-es kocsi, és akkor mindketten meghaltok. Mert a tűzoltó készülék pont elkapta a pilótát, amelyik félre állt. Ne szívas. Nagyon. Az a csúnya. Durva. De mondjuk szerintem ott inkább a tűzoltó volt a hibás, mert azért jó, szétnézett, nem szürelázott, láttam, mi? De hát... Hülye! Nem jó, hát az a futó alá él egy idegen bakker. Dani, 20 másodpercet felsz, nem? Ez úgy jó. Jó, most kell boxba menni, mert utalért ezek a randi gyerek. Lehet, hogy megvárom, míg megelőz. Igen, még ez a Hülkenberg is lehagyott az intelligencia, de viszont az a Dominik lemaradt, mint a szar. Itt mindig kicsúszok. Ez a Neoda, ez a holland csávó, az nem...
Ez normálisnak tűnik Marussiával, most megelőzött rohadjon meg a száj, de jó játszik, nem jön belém semmit. Szeretem az ilyen játékosokat, a favágokat meg legszívesebben kitiltanám ebből a játékból, akik csak trollkodni jönnek föl meg ilyenek. Elé fogok húrani még jobban a csávónak. Kimaradt még egy körre, pedig már neki is elég pirosak lehetnek a gumik. Ja, hogy azért van. Nekem én majd fogok egy férfias kört menni, remélem. Mi második helyre vissza is jövök? Ja nem, még Hamilton elmegy. Én még várok. És azért még Ferrari-val, mert ugye mondtátok, hogy a kópot azon nyomjuk, tehát most Ferrari-val kezdünk. Nem a kezem mozgatom anya, hanem a vállam. Anya, szerintem miért fás néztem be? Ötödik kör, most jöjjön majd a hatodik. Szerintem kájak ki, vagy még? Hát én már kiálltam. Nézd, de amúgy én kifogok, ugye, mert látszik valami kopik. Látszik is, meg érzem is. Igen, érzésem egyébként, és mindig nem látszottam. Érzem már, hogy nem tovazna, megyek ki. Jó, hatodik kör végén én is. Hú, milyen fettelesen előztem. Pont ahogy a Williams-öket előztem. Én elautókázok itt a hetedik helyen. Hallod? Mi történt a csávóval? Ja? Ez a Dominik? Hallod? A Dominik rám húzta a kormányt, de előttem húzta el véletlen, ki akart lökni. És neki húzta a falnak. Na marha. Úgy akar kilökni. Úgy akar kilökni, hogy mögötte voltam, érted? És nem jött neki össze. De az ilyen hova teszi az eszélyt amúgy? Már le is körülted, jól? Köszi. Jó, akkor most próbálok menni egy gyors kört. Na végre egy olyan kör, hogy nem csúszok ki. Ilyetetlen. Nagyon durván csúszik. Szerintem én is kiállok, mert már... Hú, nem, ez nagyon durva, az a baj, elcsesztem, mert már ki kellett volna jönni hamarabb, elcsesztem. Hú, ez te volt! Nem találom még az éveket. Azért kérdés tisztel, hogy beleszoktunk igazán ebbe a pályába. Micsoda jöttél mi? Nem. Azt néztem, ez a Dominik átkeresztbe. Jó? Rájöttem. Ez az okos. Ez a jó gúm, gyerekek, de jó tapad, ú. Jó? Tomó, ez milyen érthető volt. Jó van. De nem volt. Kérdezik a pizza. Nem jó, hogy ha ott kapod, akkor gáz van. Oké. Hogy a csajjal van baj? Mert nem jó a kenés. 3 másodperc, az szép, nem? Mármint visszatérve. Mi a legidősebb köröd, Tomi? 1.43.79 1.44.7.39. De ezen... Hol mehetek Marussiával? Dani, neked hány órán van a formáidben már, mint csak a 2013-ban? Hát valami 300, nem tudom, de hát megjelenosulta meg. Amit benéz. Jó, de előtte a 11-es játszották, gondolom 12-ből. 12 az nem volt meg előtt, de játszottam vele azért. Hát most nézd meg itt az ilyen gyors tempelben. Nem tudom, ahogy olvastam, hogy most kijön a 2014, utána meg még január vagy februárban, hogy mikor jön még egy újabb. Ez olyan lehúzás. Én nem veszem meg a 14-et, az nem tudom, nekem véget ért a Forma 1, az autók hangja az... Képzeld, Dani, nekünk is írták, hogy Tomó rávett, erre meg csak ennyit mondtam, hogy amúgy is meg akartam menni, meg én amúgy se adnál ki 900-at egy Forma 1-es játékért. Nem az, de az autók hangja, ennek az úrnak nem az. Hát te az, az a másik. Hú, bakker, sodereztem egyet, 4 másodpercet elbuktam, utolért a csávokám. Hú, bakker. Hallod? Lassú voltam, ez egy tisztességes gyerek. Lassan mentem, hamar végeztem, és inkább félre rántottam. Mit csinálsz, mit csinálsz, mit csinálsz? Ki jön mögöttem?
Húz a gyerek, az brutális. De jó! Élete még az utolsó. De megelőz a gyerek kívülről a 130 R-be. Aha, ebben a körömben még plusz 5,4 másodpercben vagyok. Pirosba. Elfüggesztem aztán sódert. Hülkenberg, itt van mögöttem gyerekek. Úgyhogy expert a ilyet, aztán vissza majd nem tudom leverni. Ne engem ott szórakozz. Uti valami bálkát, Hülkenberg, hagyd itt már. Aztán valaki le fog körözni. Oké, már tényleg hetedik kilépett, utolsó vagyok, mindig. Jó van ez. Kezdek ráérezni a pályára, gyerekek, így a végére. De én is amúgy. Na most már mondjuk cseszhetem az utolsó helyen. Ne, megős... Jó, megelőzött a gyerek. Ez van, ez mi? Hallod, ugyanazt kérdeztem, mint szoktam. És hallod? Megelőzött és megvár a gyerek. Megvárt a gyerek, bakker. Ez tényleg jó. Nem azért, mert rosszul előzött és vissza kell engedjem? Olyan, mindjárt legfőrösszük. Nem, hát én mentem ki a sóderből, meg megelőzött. Nem engedett vissza, csak megvárt. Hogy utolérjem. Visszafordítóba súder ezt nem egyre. Úúúú, de szép anyal réteg. Mennyiért vetted? Mit? Kanyart. Mert mondta, hogy hú, de szép kanyar réteg. Az jó, de 1.41 volt a köridő is azért. Csak 1.39.45. De mi vitt? Pont a végére kezdek belejönni és utolsó vagyok. Ember, mindjárt a négy repülőznek. Nem értem, egyszerűen elfékezem. Kettőször is róla leszem. Én meg már vagy ötször. 100%-os futamon nem csinálok ennyit. Sok anyát elcseszem. Egy 37. Úgy látom, Tomor, neked sem megy igazán ez a pálya. Megyeget most már, nehol. Most már érzem a fenyőket. Többször csatázunk a gyerekkel. Normális ez a grande gyerek. Az 30 elve, erre ketten fogunk elfordulni. Egy 41. Még mindig. Nekem 1.37.8. Persze Rics 3-mal. Hallod, belül a gyerek. Az első kanyarba bejön. És... Ketten fordultunk el az első kanyarba. Ó, jaj, azt nézem, mikor húzódjak le. Látom, hogy már itt vagytok, nagyon a seggemnek. Nyugodtan jövök a csába, hogy tisztességes az benne a szó. Na. Menjetek! Milyen illetelmes elejébként van, Ramasz. Lol, mit csináltok? Visszengedem a csávot, jó. Lol! Elfékeztem. Mi volt? Elfékeztem. Láttam. De visszengedtem direkt. Jó van, menjél, engedem. Menjél te is. Ezt láttam, ez durva volt. Az, hogy már nem bírok ezzel a kemény keverékekkel. We have a little bit of spare fuel. We should keep an eye on it over the next few.
Bakker, hűvül a 130R-be. Kezdem elázni ezt a hülye Hülkenberget. Legközelebb csak én miattam lehetne csak közepes szintű a gép. Mert így... Jó, professionál, jó. Ne, jó, ennyi volt. Milyen jól elcsatáztak itt elég. Maga vagy, hogy volt egy kis előnyöm, 5 másodperc, és azt pont ezzel a súderezéssel tudtam el. Az komoly, hogy Hamilton előttem van, 12 másodperccel. Hanyadik vagy Tomon, 5. Jó. Az olvány, hogy Hamilton előttem van, gyerekek. Ó, fásolokány, jója. Sóder. Sorakáj, tökényleg. Úgyis befogja a kocsit. Mindjárt utalér a harmadik is. Arról Dani, ha mi 100%-os nyomnám, szerintem ti meg törnétek rám. Legalább. Azért csávó is küzd a gumikkal. Gyorsabb vagyok nála. Valamilyen szinten. Az hogy rövid a váltom. És a lányom meg kicsi. 3-2. Akkor már hosszabb kellett volna tenni a váltót is. Utolsó kör kezdünk bakker meg. Jó, el kéne engedni. Új. Neo. Emet Neo is. Az én harcoltam és nem harcoltuk, mert elment mellettem, de... Jó, utolsó előtti kör. Áj, gyerek, meg lesz neki komolyan. Nem vigyek a gumijaim. Ha nem rontja el, meg lesz neki. Ez gyönyörűen veszi be a visszafordítót. Jó, ezt a sóderezéssel rontottam el. Ajajaj, még egyszer sózol ezek, nem jó ez a setup. Nem leszúrtam. Ligább 5-4 elmentem, én itt meg 3-2-t állítottam be. De mondjuk ligább... Azon az kevés, túl fanyarul. Jó, de úgy számoltam, hogy 21% könnyű az autó, ligább értett 100%-os is. És úgy jött még. De már régen mentem itt. Szép volt a csávot. Be fogok én még élni, hát mondjuk fekkő. Bejelölöm a csávot. View Steam profil. Nézzük Tomótól, hogy átmegy a 130R-en. De miért? Már nekem nem kellett menni az út sofőr. Nem. Úgy van. Lol. Na és pont ezt cseszem az utolsó kóta. Nézd a gázat. Drittelek, papa, drittelek. De tényleg hallottad, Tomó, amikor az arra emlékszem, amikor Ricardo körbe autózta ott a... Igen. Figyelj, ott úgy ment, mintha Biller ment volna. Izé, pöfögtette a gáz, belső felvételből hallatszott, hogy tudod. Igen. Ricardo billentyűzette, menj gyerekek. Ne, hát akkor ez lett volna Suzuka. 25%-os, köszönöm, hogy itt volt Dani, és Misu, hamarosan jövök egy újabb videóval. Sziasztok! Sziasztok!